Jön az a 6H, amely egy totálisan átlagos modellnek tűnik, de épp ezért lehet a tömegek kedvence. A Hisense se sokat dolgozik azon, hogy a felsőházban is megvesse a lábát, azonban a vállalat továbbra is nagy figyelmet fordít arra a csoportra, amivel megalapozta az elért eredményeit. Ez pedig az átlagos, középkategóriás modellek szegmense, amely innovatívnak nem nevezhető, ám ez általában a termékek árán is látszik, és ebből fakadóan ezekből nagy mennyiséget lehet eladni. Legalábbis ezt bizonyítja, hogy a vállalat most egy új, ilyen jellegű televízióval lép színre. Ez a Hisense a 6H, amely 43, 50, 55 és 65 hüvelykes változatban vásárolható majd meg. Más modellekhez hasonlóan az 50 colos VIA Panels, a többi pedig IPS kijelző technológiára épül. Mindegyik verzió direkt LED háttérvilágítású, azaz a fénykibocsátó diódákat rács alakzatban helyezték el benne. Mindegyik TV 3840x2160 képpont megjelenítésére képes, azaz 4 Kelvin-sak, és szavatolják a nagy dinamikatartományú anyagok megjelenítését, viszont a 300 CD/m maximális fénysűrűség miatt a HDR effekt valószínűleg nem túl látványos. A 60 Hz-höz maximális képfrissítési rátára képes készülékek a Hisense által házon belül készített Vidaa 5.0 okos TV rendszert használják, amelyen keresztül számos internetes applikáció érhető el, köztük a manapság igen népszerűnek számító tartalomszolgáltató szoftverek sem hiányoznak. A legnagyobb verziók két darab, egyenként 10 wattos rejtett hangszórót rejtenek, az 55 és 50 colos változatokban két darab 8 wattos található, a legkisebbe pedig két darab 7 wattosat építettek a tervezők. Az árazás egyelőre nem ismert, de az a tippünk, hogy nem kell majd mélyen a zsebekben kotorászni, mert ilyen tudással leginkább a pénztárca kímélése lehet fő koncepció.